Műsorunkat támogatta a Szerencsejáték ZRT. Turkish Airlines Magyarország. CitySim. MyActionCam. Megemésztenem, hogy mindössze egy órányira vagyunk Afganisztántól, és mégis mennyire megváltozott a világ. Afganisztánban, hogyha valaki reggel elmegy munkába, az sajnos nem biztos, hogy élve hazamegy. Itt nem kell műezére kelni. Nincsenek szöges drótok, sem betonkerítések, nincsenek fegyveres őrök. Le tudunk jönni rövidgatyába egy bárba, Tadzsikisztán fővárosába, Dusanbéba. Erre kocincsunk. A magyar felfedezők útját járva utunkat tehát Dusanbéban folytattuk. Dusanbé a 20. század elejéig egy jelentéktelen falu volt, a szovjetek kezdték el fejleszteni, majd tették meg Tadzsikisztán fővárosává. A település többnyire beton dzsungelek jellemzik, de azért akad néhány látnivaló, mint például a világ egyik legnagyobb zászlótartó rúdja, vagy az ország egyik elképe az Ismail Szomoni emlékmű, vagy éppen a perzsa költészet megalapítójaként számon tartott Rudaki Szomoni. Miután Dusanbéban nem sok magyar vonatkozást találtunk, úgy gondoltuk, hogy előállunk, vagy inkább előállítunk mi valami hungarikumot. Így született meg a gundelpalacsinta ötlete. Hatalmas kíváncsisággal vetettük bele magunkat a sütésbe, főzésbe. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a Közép-Ázsiában beszerezhető alapanyagokból össze lehet állítani egy gundelpalacsintát. Mindenhonnan küldtem képet. Egy gundelpalacsintát fogunk csinálni, még hozzá azért, mert baromira unatkozunk így három hasmenés között. Itt Tadzsikisztán külsőn, és az a helyzet, hogy amit tudtunk, megvettünk, de nem jártunk túl jól. Az összetevőknek körülbelül a fele olyan, amilyennek lennie kéne. Viszont nagyon vicces, hogy amiket vettünk, azok honnan vannak. Ez például mazsola. Afganisztánból. Afganisztánból, de afgán mazsolánk van. Ez mi ez? Olajunk. Igen, ez kókuszolaj. Így van, mert hogy nem találtunk más olajat. Igen, ami Indiából van, ahogy a kakaónk is Indiából van. A tojás az kínai. Én is úgy emlékszem, igen. A dió az azt hiszem iráni. A rum az kubai, mert nem volt rumaroma. Az étcsoki pedig, hát Venezuela-ban ráírva, de... Ki tudja. Bármi lehet, és azt hiszem a szóda is tadzsik. Hát, hogyha ebből mi gundelpalacsintát csinálunk, azt megtapsolom. Azt én is. A kalapomat. Mindenhonnan küldtem képet. De hát ez egy a***t víz. Hát kezdődik. Várj, öngyújtó. Nem szeretném olyan csomós maradna. Erőny is haberőnk, vagy bármi. Ja. Vagy bármi. Vagy bármi egy gundelpalacsintán? Nem annyira. A citrom van meg a cukor, és mikor felfort, akkor teszem be a diót, a mazsolát, még valamit. Rumot. A rumot? Ez rum a javában. Ja, ez rum. Elfi vagy, barátom. Na, lássuk. Hát ennyit biztos nem eszek meg. A felét. Ez nagyon jó. Na. Hoppá! Elsőre! Sikerült. Jó, ez nem olyan rossz, de ezt még úgyis sütni kell. Tisztik sütni ki. Mindenhonnan küldtem képet.
Ez mi? Puding van a palacsintán? Amúgy szerintem a Gundel büszke lenne ránk. Abban egyébként biztos vagyok. Hát, tulajdonképpen azért végül is büszke vagyok, mert adott körülmények között ez azért nem sikerült olyan rosszul. Mondjuk biztos van egy kis kókusz íze attól az olajtól, az különleges, a narancs az nagyon hiányzik belőle, viszont az a kubai rum az biztos, hogy sokat dob rajta, a palacsinta egész jól néz ki, a tölteléket elhiszem, hogy finom lett ez a csokis pudingszerűség a tetején, azonban gyanakvásra ad okot. De hát összességében azt gondolom, hogy mégiscsak ez egy hungarikum, úgyhogy azért ne hívjuk Gundel palacsintának, de egy ilyen Gundel palacsinta szerűség tajik módra vagy valami ilyesmi biztos, hogy jó. Mindazonáltal arra tökéletes volt ez a dolog, hogy most megkívánjuk egy igazi Gundel palacsintát, már csak terápiásan is. Hát, igen. Mit vágyat kívánok? Köszönöm szépen. Nekem ez jutott. Jó utat Tadzsikisztánban. Mindenhonnan küldtem képet. Túl vagyunk a világ egyik legunalmasabb fővárosán, Dusanbén, és itt vagyunk a Pamir-hegység lábainál, de már is elszállt egy autónk. Ráadásul van előttünk még 1000 kilométer, hiszen ugye a Pamíron keresztül kell mennünk. Az, hogy nekünk ez sikerül-e, ki fog derülni, annak idején Steinauriának sikerült. Miután bedöglött az egyik autónk kormányszervója, nem volt mit tenni, az összes csomagot felpakoltuk a másik jármű tetőcsomagtartójára, mind az öten bezsúfolódtunk hátra, és így indultunk neki a Pamírnak. Kinél vannak a papírok? Elvesztettünk egy autót, és visszafordítottak minket. A Pamírba be sem tudtunk jutni. Igen, úgyhogy most egy Kulob nevű kisvárosban fogunk éjszakázni, hogy reggel a rendőrőrsön megkapjuk azt az engedélyt, amivel mehetünk tovább. Jól kezdődik ez az ötödik rész. Nagyon. Kiderült, hogy nem elég az a 3 engedély, amivel rendelkezünk, egy negyedik is kell, amit korábban természetesen senki sem említett nekünk. Ennek hiányában a Pamír előtti utolsó katonai ellenőrzőpontnál nem engedtek tovább minket. Így ismét bezsúfolódtunk az autóba, visszamentünk a legközelebbi városba, szálláshelyet vadásztunk, és bizakodtunk, hogy reggelre a negyedik engedélyünk is meg lesz. Apa, beértünk a Pamírba, minden rendben. Nem, mi már réges-rég ebédeltünk, itt 3 órával vagyunk előrébb, mint ti. Jó. Na, nagyon örülök, hogy hallottalak benneteket, vigyázzatok magatokra. Az magatokban. Éröle marja a gyomokat, a víz alatt, a kő maradt. Másnap egy rövid, 3,5 órás kálváriát követően begyűjtöttük a szükséges engedélyt, és újra nekivágtunk a Pamírnak. Itt vagyunk a Pamír lábánál. Megkaptuk a szükséges engedélyeket. És végre csak kellemes 30 fok van. Az itt lefolyó gletszer víz legalább 10 fokkal hűti le a levegőt. Ami azért is fontos, mert lehet, hogy egy jót fogunk aludni. Igen, nagyon ránk férne már. Holnap indulunk tovább, imáron 2 autóval. Igen, és ez azért is fontos, mert 4-5 napunk van összesen, hogy a Pamíron keresztül átverekedjük magunkat Kirgizisztánban. Hey! Hey!
ember sok érdekes dologra számít egy utazás során, de arra biztosan nem, hogy a Kékesnél kétszer magasabb hegyek és természeti csodák után egy Korog nevű városban egyszer csak elé tárul a helyi KFC és McDonald's. Pontosabban a Korog Fried Chicken és a McDonald's. Korábban többször szembesültünk azzal a véleménnyel, miszerint milyen jó nekünk, hiszen kirándulunk és világot látunk. Valószínűleg ez azért van, mert eddig a nehézségeink helyett a gyönyörű tájak és a magyar vonatkozások bemutatására koncentráltunk. Pedig ahogy látható, a közlekedési és időjárási viszontagságoktól elkezdve az engedélyek beszerzésén át, egészen a gyomorrontásig minden előfordul a megoldásra váró problémák között. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökké való. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Most már sokkal kevésbé nyomasztó a Pamir. Egyre több a zöld, és egyre kevesebb a szürke. A folyók vize is megváltozott, most már sokkal több kéket látunk benne. 4000 méter felé készülünk, hogy holeopárokat cserkészhessünk be hajnalban. Egyik kísérőnktől kaptuk a fülest, hogy a közelben hóleopárdok vannak, ezért letértünk a tervezett utunkról, hogy megnézzük őket. Előtte azonban muszáj volt vacsorához jutnunk és kifújnunk magunkat, hiszen hajnal óta úton voltunk. Tíz órás zögykölődés után újra itt vagyunk az afgán-tadzsik határon, 4200 méter magasan. Baromira fáj a fejünk, pont mint a Kilimandzsáron tavaly, annyi különbséggel, hogy most nem szedünk ilyen hegyi betegségre való gyógyszert. Megettük a kis vacsoránkat, ami egyébként elég tápláló volt, de a Márti teljesen tacson van most, úgyhogy nem is tudott ide jönni, hogy elmondjuk ezt nektek. Holnap viszont hajnal 5-kor fogunk állni, mert itt van az országban a legtöbb hóleopárd, és megpróbáljuk megkeresni őket. Szerettük volna azt látni, amit Steiner úr is látott annak idején, de nem lehet átmenni Kínába, Tadzsikisztánból, csak Kirgizisztánon keresztül. Úgyhogy bánatunkat most egy ilyen hóleopárd keresésbe folytattuk, de sajnos csak egyedül, mert Márti be is lázasodott. Mi sem vagyunk sokkal jobban, mert most 4300 méter magasan vagyunk, kb. 2 fok van, és nagyon-nagyon fáj a fejünk. Most körülbelül a hajnal 5 lehet, most jön fel éppen a nap, gyönyörű, szóval abszolút megérte. Remélem látunk valami állatot, nyilván a hóleopárd van a legkisebb esély, mert az egyik legritkább állatfaj. Ez az egyetlen hóleopárd, amit ma láttunk, de nem véletlen hívják szellemmacskának. Az is nagy dolog, hogyha valaki látja, azonnal újságcikk lesz belőle, amit tudtunk, megtettünk. I'm so sorry to hear that.
Itt ragadtunk a Pamirban a kínai-afgán-tadzsik hármas határnál. Nagyon fáj a fejünk, akklimatizálódnunk kell, addig nem tudunk tovább menni. Úgyhogy megmutatom most a menedékházunknak a kis aggregátorát, aminek köszönhetően legalább van áramunk. Ezen felül van még egy szolárunk is, egy napelemünk, ami mondjuk semmi másra nem jó, van villany, de telefonálni nem tudunk, mert térerő sincsen. Az egyetlen jó dolog a helyben, ami úgy tényleg jó, hogy van egy 70 fokos termálvíz, amiben, ha minden igaz, megmártozunk. Viszont lehet, hogy csak én, mert Márti még hát mindig nagyon rosszul van. Reméljük, hogy holnapra már jobban lesz, és tudja folytatni az utat velünk. Bemegyek hozzá, megnézem jobban van-e, hát ha ad valami életjelet. Márti, jobban vagy már egy kicsit? Nem tudom. Jó van, nem piszkálnak. Át tudom érezni, hogy ez milyen. Kiderül, hogy tényleg olyan forró-e, mint mondták. Hú, ez tényleg forró. Igen, ennyi elég is volt. Mindenhonnan küldtem képet. A hóleopárdok miatt tettünk egy kis kitérőt, de most visszatértünk a Steinauriel által járt útra. Mielőtt azonban átmennénk Kirgizisztánba, megálltunk Murgában kipihenni a betegséget és a 3000-es szintkülönbségből adódó fejfájást és fáradtságot. Megrágott és kiköpött minket a Pamir. Én 2 napig az ágyat nyomtam, hasmenéssel, nem volt egy jó élmény. Többen a lázat sem kerülték el, úgyhogy bevallom őszintén, én egy kicsit még mindig rosszul vagyok. Nem éppen a legjobb, és nem biztos, hogy a képek átadják azt, hogy mennyire nehéz egy ilyen utat végigcsinálni, de szerintem járna nekünk valami díj ennyi viszontagságos körülmény után. Az első ilyen díj az a karaköltő, amit van mögöttünk, tényleg egy gyönyörű látvány. De megyünk tovább Kirgizisztánba, és hogy nehogy azt gondoljátok, hogy milyen jó lesz nekünk, ilyen körülmények között a ma estét egy jurtában tudjuk tölteni. Megérkeztünk Kirgizisztánba, végre fellélegezhetünk, kizöldült minden, olyan itt, mint Erdélyben egy kicsit, és végre hátrahagyhattuk azt a különleges Pamirt. Nagyon-nagyon szép hely, és hogyha olyan utazó lennék én is, aki egészségesen végig tudta volna csinálni, akkor biztos sokkal több jobb emlékkel tértem volna haza. Úgyhogy inkább azt kívánom, hogy legközelebb csináljuk végig egészségesen. Így van, és addig meg csak simán maradt különleges. Itt vagyunk végre Kirgizisztánban, a jurtánkban, ahol aludni fogunk ma este, és baromi hideg van, lehet körülbelül 5 fok, de ami a legjobb, hogy állítólag még büdös is van. De nem érzünk ebből semmit, mert hetek óta be van dugulva az orrunk, de azt mondják, hogy lószag van. Igen.
lószag. Ráadásul ugye a jurtákat a nomád népek használták pont arra, hogy utazásai során legyen hol aludniuk. Összeszerelhető és szétszerelhető is volt egyben, ami nagyon praktikus volt nekik. A magyaroknak is volt ugye ilyen. A magyarok nem csak a honfoglalásig használták a jurtákat, utána még 300 évig, és csak aztán kopott ki a kultúránkból. Viszont vannak még nomád törzsek, vagy nem nomád törzsek, akik használják a jurtát a napi életvitelben. Például itt Kirgizisztánban. Igen, és ráadásul minden egyes jurtában megvolt az a szokás, ugye, hogy ki hová ül. Hogy te nagyon jó helyre ültél, mert a családfő mindig ugye az ajtóval szemben középre ül, tőle jobbra a díszvendég, és a többi férfi foglalt helyet, és én nagyon jó helyre ültem úgy szintén, mert hogy a hölgyek és a gyerekek ugye a balodon foglaltak helyet. De most akkor a hölgyem vagy, ugye? Úgy tűnik, jó, igen. Akiket én nagyon sajnáltam, azok a cselédek, mert azokat képzeld el, hogy kiültették veled szembe az ajtó mellé a hidegbe. És ott kellett végigülniük. Hát ez valóban borzasztó. Ami még borzasztó egyébként, hogy holnap megyünk tovább Xianxiangba, vagyis kínai Turkesztánba, Ujgurföldre, ahol hát nagyon sokáig szintén ilyen jurtákat használtak, de most már nem használhatnak, mert a kínai adminisztráció rájuk erőltette a városiasodást, aminek következtében ezeket a gyökereiket el kellett, hogy engedjék. Amit nagyon érdemes tudni az ujgurokról, hogy gyakorlatilag őket tartják a magyaroknak a testvérének, rokon népének, ők is a hunoktól származtatják magukat, és holnap ezt meg fogjuk tőlük kérdezni, illetve azt is, hogy milyen most az élet, ugyanis egy elég erős népirtás zajlik. Egy kicsit mi is bepillantást nyerhettünk a honfoglaló magyarok életébe a tekintetben, hogy milyen lehetett jurtában élni. Persze nekünk könnyebb dolgunk volt, hiszen elinktették a vacsorát, vele együtt pedig az ájránt. Általában nem szabad felülni a népi bölcsességeknek, az ájrán azonban kivétel. Az ájrán egy olyan kefirszerű készítmény, amit ugye a helyiek azért isznak, hogy segítsék az emésztésüket. Nem az íze miatt iszuk, viszont az tényleg, hogy borzasztó ízek is vannak, tehát van uborkás, fokhagymás, korianderes, mi volt a kapros, és van ez szénsavasban is, tehát tényleg borzasztók vannak, ugyanakkor ez gyógyszer. És Márti, mondj csak, hányszor ittál eddig ilyet? Hát szerintem most fogok először. Igen, és hányszor voltál eddig WC-n, ugye egy átlag héten? Sokkal. Na, hát akkor erre ígyunk. Egészség. Ez te rossz. Úristen. Nem ittad meg. Nem is fogom. De igyed meg, én is meg. Én inkább szed egy gyógyszert. Nem. Különleges érzés volt egy ilyen helyen álomra hajtani a fejünket. Szerencsére egész kényelmes volt a fekhely, a pihenésre pedig nagy szükségünk volt, főleg, hogy másnap Kínába készültünk. Ahogyan azonban az lenni szokott, ez az út sem volt egy sétagalop. Hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdenünk, kiderül a következő részből. Jelzik ott, hol volt, hol nem volt. Amerre mentem, de ott nem jártál pont. Elfért a világ a kezemben. Az üveghegy innen egy ékszer volt. Az operencián innen. Hetet hét országon túl. Királyfiak közül a legkisebb. Szegények közt a trubadú. Mert nem irányíthat a számom, aki bátor vissza se néz. Ha én tekerek, te ülhetsz a vázon, rajtad a szemem, ami szívem a számon. Mindenhonnan küldtem képet, mindenképpen nézd meg honnan. Hallgasd meg majd, miről mesélek, de előbb a képet nézd meg. Műsorunkat támogatta a Szerencsejáték ZRT. Turkish Airlines Magyarország. City Sim. My Action Cam.